Köszönöm a meghívást. Gulyás Gábor bevezetőjéből már megtudtuk, hogy a mezőgazdaság extenzív színvonalon tartása nem megoldás a gazdaság szempontjából. Az előző előadásból pedig azt is megtudtuk, hogy a biotechnológia is magyar találmány. A múlt helyett én azt javaslom, hogy most nézzük meg, hogy mi a jelen. És kimondottan először csak kezdjük a K plusz F, tehát a kutatásfejlesztés szektorral. Az egyik a gazdaságok fejlettségét, vagy az országok fejlettségét bemutató, vagy összehasonlítását elősegítő mutató, az egyfőre jutó GDP, azaz nemzeti össztermék. Itt 10 000 eurós szorzóval, hogyha megnézzük, Magyarországon nagyjából az elmúlt években 20 000 euró. Ezzel szemben az EU 27, tehát nem az euróországok, hanem a teljes EU átlaga az 30 000 euró, 66%, tehát a részesedésünk, vagy ha úgy tetszik, 33 az elmaradottságunk. Ennél sokkal fontosabb, ha azt nézzük meg, hogy a GDP, tehát a nemzeti össztermék hány százaléka fordítódik kutatásfejlesztésre. Ez az EU-ban körülbelül 2%, de rögtön hozzáteszem, hogy a leginnovatívabb és a legfejlettebb országok 3-4%-ot fordítanak a GDP-ből kutatásfejlesztésre. Ez Magyarországon az utóbbi 1-2 évben 1,2% körül van. Ha tehát összehasonlítjuk az EU-val szemben, akkor ez már csak 58%-os rátát jelent, szemben ugye a GDP lemaradásunkkal. És végül, hogyha azt is megnézzük, hogy a felsőoktatási intézményekben a K plusz F ráfordítások hogy viszonyulnak a GDP-hez, akkor azt találjuk, hogy ez Magyarországon 0,2%, míg az EU-ban 0,5. A 47%-os mutató, tehát egy nagyon szép grádiens rajzol ki, hogyan csökken a ráfordításunk részaránya a K plusz F-ben, attól függően, hogy milyen szektort veszünk. És ugye a legfontosabb ebből a szempontból a felsőoktatás, mert végül is ott történik a következő generáció nevelése. Van egy pesti mondás, amely azt mondja, hogy Puskin szerint minden az anyagin múlik. Természetesen ez sok szempontból igaz, de van egy jelenség, és ezzel nem kell mindig egyetérteni, a mezőgazdaságban ez talán nem mindig tartható, hiszen van legalább jó néhány olyan faktor, amit nem tudunk anyagiakkal befolyásolni, ez például a klíma. Ugye, hogyha a mezőgazdaságról beszélünk, akkor mindig előjönnek azok a sztereotíp gondolatok, hogy Magyarország klímája kiváló a mezőgazdasági termelésre, és ilyen módon ambícióink Európa éléskamrájának, hogy azzá váljunk, ez állandóan fönnáll. Azt gyakran elfelejtjük, hogy az EU bővülésével rengeteg más ország is aspirál erre a címre, és elképzelhető, hogy többet is tesznek, mint mi. Tehát mik azok a feltételek, amelyek a sikeres mezőgazdasági termeléshez szükségesek, és amelyeket tudunk, vagy nem tudunk befolyásolni, ugye a klíma, az környezet az, amit a legkevésbé tudunk, és ma már elég jól tudjuk azt is, hogy a magyar klíma az nem minden esetben kiváló, az idei év ezt bizonyította az Európai Éléskamrájává váláshoz. A termesztés technológia az egy másik tényező, ami elég költséges és nagyjából nem mindig változtatható. A legfontosabb faktor az a fajta, a növényfajta, az állatfajta, ahol az ember a leginkább bele tud nyúlni a folyamatba. Itt lukadunk ki tehát a korszerű nemesítéshez, mert ez az a faktor, amelyen keresztül a leggyorsabban valósulhat meg a hozzáadott szellemi termék, és ez az agrárbiotechnológiában, az agráriumban a kezünkbe adott eszköz. Nem véletlenül, hogy visszaidézzük ugye a konferencia fő mondanivalóját, a magyar agy az, ami ezen a téren, és a szürke állomány, mint elhangzott, egy kiváló eszköz. És ez valóban így is volt, a biotechnológiai szektor valamikor az agrárbiotechnológiával indult, és csak később teljesedett ki.
A magyar agyhoz egyébként csak úgy mellék zárójelben jegyzem meg, hogy nem tudom, hogy valakinek föltűnt-e már az a hasonlóság, hogyha a régi nagy Magyarország térképét rávetítjük az agyra, ez rendkívül nagy hasonlóságot mutat, úgyhogy ez talán a Tatra Magyarok Mozgalom egyik kiváló szlogenje is lehetne. Ugye az egyetlen probléma az, hogy a délvidéken annó elejénk nem hódítottak épp túl erőteljesen, és így a megfelelés az nem egészen tökéletes. De hát erről ők nem tehetnek, hiszen akkor még nem tudták, hogy hogy néz ki az agymorfológiailag. A hazai biotechnológiai szektort, hogyha megpróbáljuk a környező országok hoz viszonyítva elhelyezni, akkor egy európai összehasonlításból az derül ki egy pár évvel ezelőtt elvégezve, hogy mind kvantitatív, mind pedig kvalitatív, mondjuk, hogy képzett mutatók alapján messze kiugró volt körülbelül 3-4 évvel ezelőtt a térségben. Ezen belül ez azonban nagy részt orvosi és gyógyszeripari technológiákat vagy szektort jelent. Ezen belül az agrárbiotechnológia, egy rövid kimutatás, cégek száma az kb. 20, kutatóhelyek száma ezt lemaradt, ez kb. 30. Tehát összesen egy olyan 50-55 intézményről beszélhetünk. Az teljes biotechnológia szektorból a részaránya egy 10-15%, és ez egyébként még mindig több, mint a világ méretekben. Az, hogy milyen szektorról beszélünk, aztán a legbeszédesebben abból derül ki, hogy ez körülbelül egy 200 fő foglalkoztatottságot jelent a cégeknél, a kutatóhelyeknél, nyilván több, de azoknak a produktivitása megkérdőjelezhető. És a 20 cég éves árbevétel az kb. 3-4 milliárd forint. Tehát ebből is látod, hogy ez jelen pillanatban is, és a 2009-es képest ez már zsugorodott, ez egy meglehetősen kis szektor. Igenis nagyon komoly növekedési lehetőségek lennének, hogyha erre van odafigyelés. Ennek ellenére már eddig is születtek szignifikáns vagy jelentős eredmények. Most az ezévi és a múlt évi asszályokra visszautalva a legfontosabbat itt mutatnám be, a vízhiány, mint probléma, ugye a globális felmelegedéssel kapcsolatban egyre fontosabb tényező lesz. A szegedi kutatók együttműködésben állítottak elő olyan genetikailag módosított búzát, amely a hagyományoshoz képest lényegesen asszálytűrőbb, öntözetlen körülmények között a hagyományos búza be sem képes érni, míg ezek a szárazságtűrő búzák, ha csökkentett is, de normális termést hoznak. 2009-hez képest azonban egy komoly megtorpanás történt a szektorban, és ennek az egyik okát talán ebben a kijelentésben lehet megtalálni, a gyors és adott esetben szűk körben tervezett törvénykezés az már elég magas hibaszázalékot eredményezhet. Ez megtörtént mondjuk, hogy a mi szektorunk esetében is. A Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy a testi és lelki egészséghez való jogot genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal kell biztosítani. Ugye elolvassuk a többi szempontot is, sport, munkavédelem, egészségügy, stb. Megkérdőjelezhető, hogy ezeknek mennyi köze van a lelki egészséghez, de ebben most nem menjünk bele. Az, hogy genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaság bekerült az alkotmányba, ennek rendkívül káros következményei vannak, mert ez mint egy hólabda effektus kisugárzik egyrészt a kutatásba, és azon keresztül aztán később a társadalom minden szintjére. Ezt már ma is érezhető. Az első, hogy az agrárbiotech K plusz F támogatások lényegében nullára beszűkültek. Ebben a ciklusban komoly kiírás, pályázati kiírás nem történt. Ennek eredményeképpen az innováció és a technológiai fejlődés sorvadásnak indul elég gyorsan.
Tudjuk, hogy ebben a szektorban is elég erőteljes a szakemberek elvándorlása, ami azért fontos kérdés, mert ezen a területen a szaktudást az egyetemeken nem lehet megszerezni. Kell és szükségesek azok a tanító egyéniségek, amelyek ezt a tudást átadják, az utánpótlást biztosítják. Ha ez nem történik meg és elvándorolnak, akkor újra és újra kell mindenkinek megtanulnia a saját ismereteit. A vonzás erő a felsőoktatásban már most is csökken. Konkrét példát tudok mondani. Az ország egyik vezető agráregyetemén, ahol hosszú évek óta tartok kurzust, megpróbáltuk a doktoriskolákban, megpróbáltuk ugyanezt a felmérést elvégezni, hogy milyen a kutatás iránt érzékeny hallgatók részaránya a tudományos diákköri mozgalomban. És oda jutottunk, hogy például a növénybiotechnológia terén a tudományos diákkörben már csak 3-4 hallgató jelentkezik, és ők is igazából eléggé tessék-lássék módon végzik a dolgokat. A végeredmény tehát az, hogyha ezt az egész kört lejátszuk, hogy a társadalmi megbecsültség ezen a szakterületen, de nem csak itt, lényegesen romlik, és ehhez a különféle indokolatlan médiatámadások is hozzájárulnak. Ugye a legújabb példa, a médiát Magyarországon és külföldön is bejárta egy sokkoló hír, hogy a génmódosított szervezetekkel, például a kukoricával etetett patkányok rákot fejlesztenek, tehát ezek rákot okoznak. Kiderült, hogy ez egy áltudományos média háború része. Ezek a patkányok olyan törzsek, amelyek bizonyos kor fölött spontán saját maguktól is tumort, rákot képeznek, és ezt nem a génmódosított élelem okozza, hanem ez egy genetikai képességük. De hogyha ezt eléggé jól beömlesztjük a médiába, akkor ez alkalmas, ahogy mondtam, a társadalmi megbecsültség alásására, illetve a nagy közönség beleértve önmagunk megtévesztését is, különböző áltudományos és összeesküvés elméletekkel. Miután mindenki egy kicsit költői hangulatban van, és nyilván még lesz is az előadók között, ezért én is, hogy Kosztolányit idézzem, egy esti kérdéssel fejezem be, bár még csak kora délutánban. Ha nem lesznek nagy tanító és nevelő egyéniségeink, és itt nyilván nem középiskolás, hanem József Attila értelemben értem én is, és nem lesznek képzett és széles látókörű szakembereink, valamint szellemes és független ismeretterjesztőink sem, akik a nagy közönség felé a tudomány és az innováció eredményeit közvetítik, akkor mikor beszélhetünk majd valódi tudás alapú társadalomról, a társadalom széles néptömegeket értve. És akkor, hogy Nagy Lászlóval fejezzem be, kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra, és itt egyértelműen a tudás szerelméről van szó. Ezt persze lehet alulról és másképp is nézni, majd meglátjuk, hogy melyik út vezet a megoldáshoz. Köszönöm a figyelmet!